God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's power when we're gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort. Szeretettel köszöntök mindenkit advent második vasárnapján. Úgy volt, hogy kint leszünk, de végül is itt leszünk bent. Nézzétek el nekem, hogy kabátba leszek, mert a parókián hagytam a ünneplős pulóveremet. Úgyhogy most a kabát rejtelmeiek között leszek. Hát így bukik le az ember, ha nem készül rendesen. Egy imával fogjuk megkezdeni, és az ima után megkérném az énekeseinket, hogy majd gyertek ide ki. Mindenható Isten, nagyon köszönjük neked azt az alkalmat, lehetőséget, hogy elkezded, vagy már elkezdted a szívünket ráhangolni a szeretet ünnepére, a megbékélés, a békesség ünnepére, és még nagyon sok, talán címkét ragaszhatnánk erre az ünnepre. Összességében azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus, a te gyermeked, a te fiad lejött a földre, és a te szereteted kézzelfogható vált a világ számára. És erre szeretnénk az idei évben is készülni, szeretnénk azt, hogy a békesség lakozzon a szívünkbe, és így tudjuk fogadni a békesség fejedelmét. Áld meg a mai napunkat, az igéket, az énekeket, a gondolatokat, a beszélgetéseket, a kapcsolódásokat, a kapcsolatokat, hogy mindezt a célt szolgálja. És a te áldásod legyen valóban ezen az esti alkalmon. Amen. Mielőtt ezt az éneket énekeljük, nem gyerekről osztottuk ki alapokat. Tehát azért osztottuk ki alapokat, hogy bátran bele lehet kapcsolódni ezekbe az énekekbe, és ezt az éneket azért is választottuk, mert az elmúlt alkalommal, akik itt voltak, hallhattátok, hogy Ferenc testvérünk elég sokszor beszélt arról, hogy Jézus az ajtó előtt áll. És ezt a gondolatot fogjuk tovább fűzni, és ez az ének is reményeink szerint ezt fogja segíteni. Jézus, ott áll,
Valamikor a készülődés elég különös módon zajlik, ahogy kint ültem az autóban, mert korábban érkeztem, esett az eső, és akkor elkezdtem gondolatba lehúzni azt, hogy mit hagyok ki. Szóval amikor kiderült, hogy bejövünk, elkezdtem gondolkodni azon, hogy mit teszek vissza. Úgyhogy bízom benne, hogy visszakerül minden a helyére, ahogy volt. Ahogy ígértem, azt a gondolatot szeretném továbbfűzni, ezt a Jézus az ajtó előtt gondolatát. És ugye eljátszottam azzal ezt szokták mostanában sokszor mondani, gondolatkísérlet, hogy hallok egy zörgést az ajtón, nincs kukucskáló semmi, és nem várok igazából senkit, kinyitom. Milyen benyomások kelthetnek? Kinyitom az ajtót, és valaki ott áll. Valakivel hirtelen szembesülök, valakiről hirtelen látom, hát ha nyugdíjhozó postás, örülök neki. Ezt talán Zsuzsi tudja a legjobban. De mondjuk, ha egy díjbeszedő, akkor már nem olyan őszinte a mosolyom. És nagyon sokféle változat lehet ebben, de most mi egy kicsit afelé, az irány felé menjünk, hogy azért sejtjük, hogy ki kopog. Ezért is énekeltük el ezt az éneket, Jézus az, aki kopog. De hogy bonyolítsam a dolgot, nem biztos, hogy azért ez leegyszerűsíti az egészet. Ugyanis az, hogy milyen Jézust látok én az ajtó mögött, amikor én ezt kinyitom, az nagyon soktól függ. Egy-két pontot írtam föl, illetve kettőt. Az egyik az én vágyvezérelt Krisztusom, a másik meg az ígéretnek a Krisztusa. És ez nagyon meghatározza azt, hogy amikor én kinyitom az ajtót, akkor hogy fogok reagálni. Egyben biztosak lehetünk, és ezt az elején szeretném elmondani, hogy az, aki kopog, mármint Krisztus, ő tudja, hogy miért kopog, tudja, hogy miért pont nálad kopog, és tudja, hogy miért pont akkor kopog, amikor kopog. Az ő számára nincs kérdés. Viszont nálam lehetnek kérdések. És talán furcsának tűnhet, hogy így neveztem el Jézust, hogy a vágyvezérelt Krisztus. Van ennek alapja? Hát a történelem igazolja igazából azt, hogy van. Hiszen amikor Jézus Krisztus eljött a Földre, akkor is nagyon sok emberben egy ilyen vágyvezérelt gondolat volt, mert hiszen azt hitték, hogy majd megszabadítja őket a római fogságtól. De nem csak a történelemben vannak ilyen vágyvezérlések, hanem a személyes életünkben. És mondhatjuk azt, hogy jogosak időnként ezek a vágyvezérléseink. Az, hogy mi milyen élethelyzetben vagyunk. Az, hogy éppen mi vesz minket körül. Az, hogy éppen örülünk, vagy éppen sírunk. Betegek vagyunk, vagy egészségesek vagyunk. Valahol meghatározza nekünk azt, hogy ha ez a Jézus eljönne, de jó lenne, hogyha ezt, és ezt, és ezt. És a Biblia alátámasztja igazából ezt, hogy az Úr Jézus, amikor ezen a földön járt, csak gondoljatok, a vérfolyásos asszonyra hosszú évekig volt a betegségében. Nem lehetett jogos az a vágya, hogy az a Jézus, ő nem Krisztusnak nevezte Jézusnak, ne rójuk föl neki. Nem lehetett jogos az a vágya, hogy őt meg fogja gyógyítani. És akkor a vérfolyásos asszonynak az élethelyzetébe akármelyikünk behelyettesítheti saját magát. Ott vagyunk a nyomorúságunkban, a kihívásainkban, és teljesen jogosan felszabadulhat bennünk, hogy Jézus, szabadíts meg. Ott volt a beteg, az ördöngős, akik szellemileg meg voltak rokkanva, akik testileg meg voltak rokkanva. Segített rajtuk Jézus? Segített. Voltak halottak, akik föltámadtak. Nyilván az ő szívükben vágy nem nagyon fogalmazódott meg, de a környezetükben miért ne? Gondoljatok csak Lázárra.
Ha itt lettél volna, nem hal meg. És ezek a vágyak, ezek meghatározzák azt, hogy milyen Jézust látunk hirtelen. De ezek a vágyak nyilvánvalóan lehetnek hamis vágyak is. És ezeket a vágyakat nem tudjuk igazából Isten igéje alapján kezelni, nem tudjuk ezeket a vágyakat Isten igéje alapján igazából hova tenni. Hát, előfordulhatnak rossz lépések. Én nem ezt a Krisztust vártam. Én valahogy mást vártam. Nekem nem ez a Krisztus kell. Csak gondoljatok megint vissza az ismereteitek alapján, hogy a zsidók is megfogalmazták tulajdonképpen ezt. Mi nem ezt a Krisztust vártuk. Mi másmilyet vártunk. Nekünk másmilyen szabadító kell. Nekünk más kell. Nem az, akit én elképzeltem. És hiába volt ott Jézus a maga valóságában, az a maga kézzel fogható valóságában, az Isten hús-vér teste töltött. Ezt az Istent, ezt meg lehetett simogatni, meg lehetett fogni a kezét, a gyerekek az ölébe ülhettek, meg lehetett engedni, hogy öleljen, és le lehetett köpni, és meg lehetett korbácsolni. Hús-vér test volt. És mégis másként fogadták az emberek. És valahogy ebből a vágyvezérelt Krisztus várásból valahogy jó, ha ki tud jönni az ember. A vágyaink, ha megmaradnak Isten igéjén, Jézus a gyógyító, Jézus a szabadító, stb. Stb. Ez nem baj. De van egy alapvető dolog, és ez a második pontja ennek az egész gondolatmenetnek, amit el szeretnék mondani. Ez már nem a vágyvezérelt Krisztus, hanem az az ígéretnek a Krisztusa. Ő az ígéret Krisztusa. Ami az Ószövetségben, a törvényben, a prófétákon és az egész ószövetségi iratokon keresztül le lett írva pontosan. Le lett írva, hogy ki az a Krisztus, miért fog jönni az a Krisztus, hogy fog megszületni a Krisztus, hol fog megszületni a Krisztus, mit fog csinálni, mit fognak vele csinálni. Pontról pontra le van írva minden. Az egész este kevés lenne ahhoz, hogy ezt végigvegyük. És ez az ígéret Krisztusa. És ez azért biztosabb, mert ez egy valóság. A vágyaink valóságok? Valóságok, de változnak. Ha te már meggyógyultál, akkor te egy másik Krisztust vársz. De az ígéret Krisztusa nem változik. És miért nem változik az ígéret Krisztusa? Azért, mert az ember alapvető igénye, amit nem önmaga fogalmaz meg, hanem az Isten ülteti bele ezt az igényt az emberbe, az alapvető igénye nem változik. Mi is ez az alapvető igény? Vissza Istenhez. Vissza a Teremtőhöz. Vissza az eredeti bűntelen állapotba. Ez valahol benne van az emberbe. Sokáig szunnyad. Sokáig sok mindent eltakarja. De ez az advent is hagy legyen olyan, hogy ezt a lepret elkezdi lehúzni, lerángatni, elkezdi lesödörni a port. Hogy a Szent Szellem elkezdje fölébreszteni bennünk ezt a vágyat, ami az ígéreten alapul. Jézus Krisztus, amikor a Földön járt, akkor egy alkalommal megkérdezte a tanítványait, több alkalommal, az egyik alkalommal, amikor megkérdezte a tanítványait, ti kinek mondotok engem, ilyen választ kapott, hogy te vagy a Krisztus, te vagy az Isten ama Krisztusa, és itt egy picit álljunk meg, hogy a Krisztus nem egy Gábor, Béla, bocsánat, Bélák, stb. Kategóriájú név. A Krisztusnak jelentése van.
Krisztus nevet nem adogatták, csak úgy. A Krisztus szabadító, megmentő, megváltó. És amikor ezek az emberek azt mondták, hogy te vagy a Krisztus, vagy úgy mondta, hogy az Isten ama Krisztusa, akkor ez a kijelentés már nem az alapvető vágyaikból indult ki, hanem ez a kijelentés, ez a megvallás, ez már az ígéret Krisztusának az ismeretéből indult ki. És ez a megvallás segítette ezeket az embereket ahhoz, hogy aztán az ő vágyaikat alá tudták rendelni. Alá tudták rendelni az ígéret Krisztusának. És én ezért mondtam, hogy alapvetően a vágyakkal nincs baj. De amikor ez vezérli az életünket, félrecsúszhat. Amikor az ígéret Krisztusát ismerjük fel, azt, akiről beszélt Isten, akit megígért, azért, hogy az alapvető vágyat, amit ő ültetett belénk, ki tudjuk teljesíteni, illetve kiteljesedhetővé váljon. Most ez az ígéret Krisztusa. És az ígéret Krisztusa, ahogy említettem, egy konkrét személy. Konkrét ígéretek, konkrét időpont, konkrét események. És ezeket kell megragadni. Nem mondok újat, advent van. Ezért vagyunk itt. És most én arra szeretnék hívni mindenkit, hogy gondoljuk át. Halljuk belül szellemileg ezt a kopogást. Valaki kopog. És tényleg játszunk el a gondolattal. Veszük a bátorságot, és kinyitjuk az ajtót. És ott látjuk Krisztust. Akkor mit látunk benne? Higgyétek el, hogy hallottam már embereket, akik csalódtak Krisztusban. Ugye nem mondok ezzel meglepő dolgot, ők a vágyvezérelt Krisztust várták. De ha meg tudjuk alapozni ebben az adventi időszakban is ezt a várakozásunkat, akkor engedtessék meg, hogy így mondjam, hogy helyére kerül ez a kérdés. Helyére kerül elsősorban mi bennünk. Egy sor dolgot el lehet mondani arról, hogy Jézus Krisztus kinek vallja magát. A gyülekezetünkben foglalkoztunk ezzel a témával, hogy én vagyok. Ez hogy érint téged? Ez hogy jelenik meg az életedben? Csak egy ilyen könnyed, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ez mit jelent? Mert ilyenkor kezd személyessé válni. És ezt a vonalat azért hozom így a végére, mert ugye ahogy elmondtam, hogy az ígéretnek a Krisztusa, az meg van határozva, pontról pontra. Mint egy cseklista. Egyébként a zsidók gyakorolták is ezt. Ez megvan, ez megvan, ez megvan, ez megvan, ez megvan. Akkor ő a Krisztus. Ez egy írott dolog. Akár mondhatnánk is, hogy rideg. De amikor elkezdesz gondolkodni azon a kijelentésen, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok. Vagy elkezdesz gondolkodni azon, hogy gyere én hozzám, és én nyugodalmat adok neked, akkor ez az egész rideg, talán rideg dolog, elkezd egy személyes dologká válni. És minden, ami személyes, az érint. És minden, ami személyes, az hat rám. És minden, ami személyes, az valahogy fölemeli Isten felé a tekintetemet. És minden, ami személyes, az arra ösztökél, hogy én erre valamilyen választ adjak. Hát, szoktam a gyülekezetben házi feladatot adni, már olyan értelemben, hogy gondolkodjanak el dolgokon. Azt akarják, megosztják, ha nem, nem. És
Mondhatnám azt is, hogy talán az utolsó szó jogán, de majd elmondom, hogy miért. Szóval én is szeretnék egy ilyen házi feladatot adni ennek a kedves közösségnek, hogy tudakozzátok az írásokat, hogy a Krisztus várásotok ne a vágyvezérlésen alakuljon, hanem az ígérlet Krisztusán, és keressétek a személyes kapcsolódást. És hogy senkit ne hagyja kétségbe, mert már kint is leszólítottak, és ugye mondtam, hogy az utolsó szó jogán. Ezt azért mondtam, mert így ebben a formában ez az utolsó alkalom, hogy itt Csetényben ezzel a közösség előtt szolgálok. Itt egy kicsit nehezebb lesz mondanom. Itt letelik a szolgálatom, januártól már nem itt fogok szolgálni, hanem visszamegyünk szűkebb hazámba, Nógrád megyébe. Én egy nagyon kedves, aranyos közösséget ismertem meg itt Cseténybe, és több helyen mondtam, hogy azt nem tudom mondani, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, inkább úgy, hogy az egyik szemem sír a másik meg üveg. Mert nem tud nevetni a másik szemem. Azt hiszem, hogy a szívemből egy darabot hagyok itt. Szeretlek titeket, és kívánom, hogy az Úr áldjon meg benneteket, és várjátok az ígéret Krisztusát. Énekeljünk. Várjuk az Úr Jézus, mikor jön. Egyrészt köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, és együtt ünnepeltünk. Köszönjük, hogy be tudtunk jönni.
és a Vörös Kereszt szeretett vendégséggel készült, amire szintén nagy szeretettel hívnak minden jelenlegűt, és most imádkozzunk. Mennyi atyám, én nagyon köszönöm neked, hogy nem kérdések halmazával árasztasz el minket, hanem kijelentésekkel. És az egyik ilyen kijelentést énekeltük meg, hogy az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni. És az Úr Jézus Krisztus szívében a szeretet van, nem az ítélet, hanem a megbocsátás, a veled való megbékéltetésnek az igéje van a szívében, a száján, a cselekedetében, minden megnyilvánulásában. Azért imádkozok, mennyi atyám, hogy áld meg ennek a falunak a közösségét. Áld meg a református testvéreket, a pünkösdi testvéreket, a hites testvéreket, és mindenkit, akik már a katolikus testvéreket, akiket így ismerek. Áld meg őket, hogy a te igét tudjon áradni az ő szájukból. És imádkozok azokért is, akik nem tartoznak egy felekezethez se, közösséghez sem. Nem is ez a legfontosabb. De ismerjék meg Jézus Krisztust, az ígéret Krisztusát. És ezért imádkozok, atyám, mert ennek a falunak is ez a jövője, mint ahogy az egész világnak. A te áldásod nyugodjon meg ezen a falun, a vezetésén, az egyházak vezetőin, az egyházakon, és mindenkin, akik ebben a faluban élnek. Amen. Alkalmunk. Véget ért, és a gyertyát még meg kell gyújtanom. Majdnem elfelejtettem, amíg jöttem. Istenem,